Köszöntöm a kedves nézőket, a minden hétköznap jelentkező Szentendre ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Képviselőtestületi ülés, folytatjuk beszámolónkat a múlt szerdai tanácskozásról. Fotográfus, nemrégiben kapta meg Nerpel Nikoletta a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség művészet címet. Balogh Tím, minden korosztály megtanulhatja az ökölvívás alapjait az egyesületben. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint szennyvízhálózati hiba elhárítási munkát végez a társaság február 12-én hétfőn Leányfalun a 11-es főút szakaszán. A munkavégzés várhatóan este 6 és 7 óra között kezdődik, ezzel minimalizálva a 11-es főút forgalmának megzavarását. A tervezettek szerint a hiba elhárítás másnap, február 13-án a reggeli órákra befejeződik. A munka elvégzése alatt forgalomkorlátozás várható, ezért kérik a lakosság fokozott figyelmét és szíves türelmét. Előre nem látható műszaki probléma miatt a hiba elhárítás befejezésének időpontja későbbre is tolódhat, hívja fel a figyelmet a DMRV ZRT. Szentendre város képviselőtestülete múlt szerdán tartotta 2024 évi első ülését. Folytatjuk beszámolónkat. A városatyák tájékoztatót hallgattak meg a Spár beruházás előrehaladásáról. Február 6-án adták át a régészek az építési területet a beruházónak. Az alapkőletételre február 20-án kerül sor. A vasúti villasoron a járdaépítés, a Nagy Lajos utcánál pedig a zebra kialakításának munkálatai várhatóan március 1-én kezdődnek el, és a hónap végéig tartanak. Fokozatosan halad előre a Spár beruházás. Február 6-án adták át a régészek az építési területet a beruházónak, hamarosan pedig sor kerül az alapkőletételre. Február 20-án lesz az ünnepélyes alapkőletétel, és akkor utána indul a konkrét beruházás. Természetesen a területhez kapcsolódó munkavégzés menetéről, a parkoló helyzet változásáról mindig tájékoztatni fogjuk a szentendreieket. A Spár beruházáshoz kapcsolódóan márciusban a vasúti villasoron járdaépítés, a Nagy Lajos utcánál pedig zebra kialakításának munkálatai kezdődnek meg. A kivitelezővel, önkormányzattal, a Spárral egy háromoldalú szerződést kellett kötni. A kivitelezővel egyeztettünk, és március 1-én tudná kezdeni a munkálatokat, akkor az időjárás is megengedné. Tehát most egyelőre nem alkalmas az időjárás, de amint ez alkalmassá válik, el is kell kezdeni, mert hogyha jól emlékszem, fejből mondom, március 31-e a vég teljesítési határidő, tehát nagyon gyorsan ki kell, hogy ott épüljön ez a gyalogátkelő és a csatlakozó járda szakaszok. Ugye elbontásra került a régi MÁV HÉV épület, meg az önkormányzati másik épület, ez a volt kis autóvillamossági garázska. Ezáltal felszabadult az a építési terület is, és természetesen a MOL-lal is elkezdődik a tárgyalás, amiről megegyeztünk, hogy hogyan lehet összehangolni a MOL kút fejlesztését, illetve ennek a építésnek a második ütemének az indítását. A közérdekű lakáspályázat eredményéről szóló előterjesztést zárt ülésen vitatták meg a városatyák. A nyílt képviselőtestületi ülés végén Lárné Szaniszló Éva jelezte. A városvezetés félreérthetően tájékoztatta a lakosságot az orvosi ügyelet változásával kapcsolatban azzal, hogy a beteg gyerekeket minden esetben Vácra kell vinni. Felolvasta Györfi Pál OMS szóvívő közleményét, mely szerint Pest vármegyében 11 helyen működik vegyes, felnőtt és gyermekorvosi ügyelet. Zakar Ágnes képviselő a művésztér 10 szám alatti ingatlan csapadékvíz elvezetésének megoldására emlékeztetett. A művésztér 10 alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése után a Kugler Zsuzsanna titkárság vezető küldött egy levelet, hogy egyeztet az ottani képviselőre, illetve a VSZRT-vel. Polgármester úrral nagyon tudjuk, 20 éves probléma, hogy azt szeretném kérdezni, hogy történt előrelépés ebbe az ügybe. Fölvettem a kapcsolatot a VS illetékes divízió vezetőjével, aki nem ért rá, és a tegnapi nap folyamán egyeztettünk időpontot,
jövő szerdán délelőtt 9-10 óra felé fogunk oda menni. Ő még nekem nem jelzett vissza konkrétan, amint ez megvan. Én megpróbálom az érintett ingatlan tulajdonost tájékoztatni erről, hogy természetesen ő is legyen ott személyesen, mert az a legfontosabb, hogy ne csak akár szakember ránézzen a helyzetre és úgy lássa, hogy, hanem hogy a helyzet feltárásában az a személy nyújtson konkrét segítséget, aki hát úgy tűnik, hogy hosszú-hosszú idő óta elszenvedi ezt a bizonyos helyzetet. Megkezdődött a Dunakorzón a Bercsényi utca 2-4 szám alatti épület tömb, azaz úgynevezett rózsaszínház rekonstrukciója, tájékoztatnak Szentendreváros hivatalos weboldalán. Az épület 4 csillagos prémium kategóriás hotelnek, a földszint igényes étteremnek és cukrászdának fog helyet adni, írják a cikkben. A beruházó néhány éve a fejlesztés határozott szándékával vásárolta meg a Dunakorzó egyik legmeghatározóbb épületét az önkormányzattól. Az évek óta elhagyatott, üresen álló épület állapota jelentősen leromlott, ezért a tulajdonos védőelványzattal és az épület kontúrjait megjelenítő hálóval kerítette körbe. A kivitelezési munkák első üteme 2024. februárjában indult meg, és várhatóan 2025-ig tart. Minőség, bizalom, kreativitás az Ars Poetikája Nerpel Nikolettának. A többszörös nemzetközi díjnyertes portréfotós retusőr a legjobb eredmény érdekében igyekszik közvetlen kapcsolatot kialakítani megrendelőivel. Az elismerések mellett a fotós legnagyobb öröme, amikor ügyfelei elégedetten, pozitív élményekkel és persze gyönyörű képekkel térnek haza. Már gyermekkorában szeretett fotózni, majd szenvedélye a szakmája is lett az elmúlt közel 10 évben. Portréfotózással foglalkozom elsősorban, és ezen belül nagyon szeretem a kreatív portrékat, elsősorban a fantasy, illetve cosplay portrékat, fotózásokat szeretem, és ezek olyan fotózások, amikre nagyon sokat kell készülni, hiszen az adott karakterről gyakorlatilag mindent meg kell tudni, hogy maximálisan létre tudjuk hozni, hogy hogyan néz ki, milyen környezetben kell őt ábrázolni, akkor meg kell szerezni a ruhát, el kell sminkét, a frizuráját, tehát mindent autentikusan meg kell alkotni, hogy ez a karakter életre keljen. Nagyon fontos az utómunka is egyebek mellett olyan témák megjelenítésénél, mint a varázslás. Gyakran van szükség a modellek instruálására, hogy a fényképek tükrözzék az eredeti elképzelést. Többnyire ezek a fotózások, nem profi modellekkel dolgozom, hanem megrendelőkkel, akik átlag emberek, tehát nem rutinosok a kamera előtt, ezért nagyon fontos, hogy instruáljam őket. Viszont amikor felkerül a smink, meg elkészül a haj, meg a jelmez, meg úgy minden összeáll, akkor általában azért átélik a karaktert, főleg, hogy ők választották az adott karaktert, és bár kell segítenem, de nagyon élni szokták a történetet. A portréfotós retusőr több hazai és nemzetközi díjat is elnyert. Ez a WPE Awards világkupa volt, ez egy éven át tartó háromfordulós verseny. A második fordulóban értem el helyezéseket, itt a Storytelling with Colleges kategóriában első, Fashion Beauty kategóriában második, illetve Flowers kategóriában második és harmadik helyezett lettem, és amikor a háromforduló eredményeit összesítették, akkor a 12 000 versenyző közül a 12. lettem. Ez egy online verseny volt, hiszen tényleg a világ minden tájáról indultak fotósok, és szakmai zsűri bírálta el a képeket, minden fordulóban más volt a zsűri, így ez külön elismerés, hogy ugye minden fordulóban más nagyon jó fotós találta az én fotóimat jónak. Külön öröm volt a fotósnak, hogy a megmérettetésen példaképei is indultak. Az élmezőnyben olyan fotósok végeztek, akiktől Nerpel Nikoletta tanult. Következő célom az a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség kiváló művész címének a megszerzése. Ugye tavaly szereztem meg a művész címet, és akkor a következő lépcső ez a kiváló művész cím lenne. Idén szeretnék saját kiállítást is, önálló kiállítást, aminek már megvan a helyszíne, viszont a Szentendrei Fotóklubbal is szervezünk közös kiállításokat, és ezeket az együttműködéseket is nagyon szeretem, amikor több fotós tudja
együtt megmutatni, hogy mire képesek. Közösen szerveznek nagyszabású kiállítást a Szentendrei Fotóklub tagjai, a szentendrei festők és a honvéd festők február 15-én a Stefánia palotába. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A V8 Uszoda és Szabadidő Központ Uszoda gépészi és karbantartói feladatkörre munkatársat keres. Elvárás, szakirányú végzettség, a munkaterületeken szerzett szakmai tapasztalat. Megbízható, kiváló együttműködési készséggel rendelkező, önálló, precíz munkavégzésre képes jelentkezőket várnak a V8 csapatába. A jelentkezéseket rövid szakmai önéletrajzzal és a korábbi munkahelyek megjelölésével a nagy.katalin.v8@szentendre.hu e-mail címen fogadják. Családias hangulatú box edzéseket tart a Balog Team Dunakanyar Sport Egyesület Szentendrén a Volt Papírgyár területén. Balog László és fia Dávid minden korosztálynak megtanítja az ökölvívás alapjait. Akkor nem akadály, sosem késő elkezdeni, és ha valaki komolyan gondolja, a versenyzés világába is bevezetik. A Balog Team Dunakanyar Sport Egyesület edzéseire több tucat sportoló jár, aki ide bérletet vált, akár a hét mindennapján gyakorolhat a ringben. A 33 éves, két gyermekes Mónika nem az egyedüli lánya csapatban. A Covid-járvány idején kezdett a Balog Team csapatánál, és a box alapjait már jól elsajátította. Fodrász vagyok, és elég nagy stresszel jár. Illetve van otthon két gyerek is, úgyhogy, és ugye az edzéseken ezt mind ki lehet adni, a felgyülemlett stresszt. Hát jobb, mint egy pszichológus. Újvári Viktória 5 éve kezdett boxolni. Budapesti és országos bajnokságokon is rendszeresen indul. Korosztályában 2-szeres magyar bajnok, 5 éve kezdte el az ökölvívást. Tartást, önuralmat kaptam, és hát a jó tanulmányi eredményeimet is ennek köszönhetem. Fizikailag mennyire mozgat át téged a box? Nagyon. Igazából egy jó kemény edzés után alig állok a lábamon, de jó ez az érzés. Balog László az egyesületet barátaival alapította még 2016-ban. A családias hangulatú edzéseken a kezdőknek és a haladóknak csak a bemelegítés ugyanaz, majd az edző külön is foglalkozik mindenkivel. Mindenkivel másképp kell foglalkozni. A kezdőnek az alapokat nagyon-nagyon meg kell tanítani, a haladónak az ütés technikájával nagyon-nagyon-nagyon sokat kell foglalkozni, a versenyzőkkel pedig a kombinációkat, a helyzetben való megoldásokat kell jobban-jobban gyakorolni. Dávid édesapjához hasonlóan a csapat edzőjeként dolgozik, de versenyeken is indul. 18 esztendősen a felnőttek országos bajnokságán szerzett bronzérmet. Az ökölvívás mellett kaszkadőrként is vállal munkákat. A sportot a judóval kezdte 6 esztendősen. A box és a judó az nagyon sokat segített, szóval ez a kettő, ez nekem pont egy tök jó kombó ez a munkához, mert így pont építés igazából, ez így, úgy, pont a boxból és a judóból akkor ebből élek, mert úgy megtanultam a judóval esni, ugye a boxsal meg tudok úgy ütni, és én ezt úgy elég jól ki tudom így hozni így a sportot és ugye a munkát, mert úgy igaz, támogatnak egyébként benne így a munkával kapcsolatban, meg ugye a sporttal, ugye pont kiegészíti egymást a kettő. A Balog Team Dunakanyar Sport Egyesület a versenyzők mellett kezdőkkel is foglalkozik. Az edzésekre a 9 évestől az 50 éves korosztályig járnak a boxot szerető sportolók, akik levezethetik a felesleges energiákat, a felgyülemlett napi feszültséget, mert a box jót tesz a testnek és a léleknek.
Végül a várható időjárásról. Szombaton is sok felhő lesz felettünk, délután este délfelől egyre több felé elered az eső, néha záporok is kialakulhatnak. Élénk, erős, helyenként viharos lesz a déli-délnyugati szél. Enyhe reggelre van kilátás, napközben pedig 13 és 18 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap az erősen felhős, borongós időben sok felé kell számítani esőre, záporokra. Még több felé szeles lesz az idő, az ország nagy részén 9 és 15 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Szennyvízhálózati hiba elhárítási munkát végez a DMRV ZRT február 12-én hétfőn Leányfalun a 11-es főút szakaszán. A munka végzés várhatóan este 6 és 7 óra között kezdődik, és másnap reggelig tart. Megkezdődött a Dunakorzón a Bercsényi utca 2-4 szám alatti épülettömb, azaz úgynevezett rózsaszínház rekonstrukciója. Családias hangulatú box edzéseket tart a Balogh Team Dunakanyar Sportegyesület Szentendrén. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre Ma. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Művészváros című magazinműsorunk, melyben összeállítást láthatnak a Mank galériában Tűz és víz címmel látható kiállításról, valamint a Gózon Gyula Színház Dorottya című darabjának bemutatójáról. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők közt értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!